Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Most a Lajos, a Fidesz alelnöke, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem titok az, hogy nagyon sok interjút készítettem önnel. Nagyon sok emlék... Én sem titkolom. Nagyon sok beszédét hallgattam végig, amit zsidó rendezvényeken tartott, zsinagógát avatott. Én azt hittem, hogy én ismerem a gondolatvilágát is, sok bizottsági ülésén is ott voltam. Mégis valami történt önnel ezen a bizonyos találkozón az ifjú fideszesekkel. Mi történt? Mire gondolt, amikor először azt mondta, az volt a nyitó mondata, hogy nekem már úgyis mindegy, aztán mondtam, atya úristen, mi az, hogy nekem mindegy, mit fog magával tenni. Aztán kiderült, hogy arra gondolt, hogy ők vannak a soron majd. Mindent előkészített. Ez volt az első mondata, hogy nekem már úgyis mindegy. Én nem ezt mondtam. Aztán, nem baj? Nem érdekes. Nem mindegy. Én az ágyból ezt néztem. Jó, de nem amikor ez volt bement. Természetesen. A folytatás... És ez is egy vicc volt tulajdonképpen. Arra mert utaltam. Ő nagyon szeret viccelni, de belekeveredik egy viccel. Valamikor nagyon jó viccmesélő volt, és ahogy az ember idősödik, és önnek is ritkul a haja, úgy nem minden vicce sikerül már. Mire gondolt? Mi történt ott? Hisz de debreceni zsidó a haverja. A zsidóság történetét ott a környékről sokkal jobban tudja, mint aki ott született, vagy aki egy zsidó. Akkor... De semmi nem történt, hogyha elmutatom. Egyszerűen hallgatom. Csak arra hívtam fel a figyelmet, ami engem mélységesen felháborít és elszomorít, hogy ez a ellenzéki együttműködés, koalíció, vagy nem tudom, hogy hívjam, ami létrejött, ez egész egyszerűen olyan ügyeket legitimált, ami elfogadhatatlan. És ehhez mi köze a zsidóknak? Rossz megfogalmazás volt. A helyzet az az, hogy annyiban van köze talán a magyar zsidó testvéreinek, hogy nem tűrhető el, és én személy szerint nem is szeretném eltűrni, hogy bárki politikus maradhasson azután, amit például Kulcsár Gergely tett, nevezetesen odament a Dunaparti cipőkhöz, beleköpött, ezt lefotózta, és aláírta, hogy mindig jól érzem magam, és azt javaslom, hogyha valaki fel akar üdülni. Igen, de ez egy magyar ügy, nem egy zsidó ügy. Hát a zsidó, a meggyilkolt... A zsidók csak a meggyilkolt áldozatok igen, voltak. Igen, a meggyilkolt magyar zsidó áldozatoknak állítottunk ott emléket. Én is többször részt vettem az életmenetén. Debrecenben én magam kezdeményeztem a zsidó közösséggel, hogy állítsunk emléket, még sokat vitatkoztunk is, hogyha emlékszik rá. Emlékszem, arról, a nevek tábláját hogy a nevek egész... tábláját is, és azt a város finanszírozta, illetőleg még felajánlottunk a zsidó közösségnek helyet a Halközben, de ők azt mondták, hogy inkább a régi zsinagógon mellé teszik, azt is támogattuk. Én most arra, lehet, szerencsétlen volt a megfogalmazás, ezért elnézést is kértem, csak arra utaltam, hogy az nem lehet, hogy hatalmi érdekek miatt bárki új nyilasokat legitimáljon. És most ez történik, mert... Na de hát honnét tudja, hogy a zsidók legitimálták? Zsidók vannak, baloldaliak, jobboldaliak, jó emberek, rossz így van, emberek, így van. Ezért, okosak és buták. Ezért volt a rossz a megfogalmazás, sajnálom is, ezért kértem elnézést, mert nem akartam senki megbántani, csak az ügyre akartam felhívni a figyelmet. Nem lehet eltűrni, hogy egy Gyöngyösi Márton, hogy egy Mirkóczki, hogy egy Schneider Roy, hogy egy Kulcsár politikus legyen. Na de ezért legyen. Van egy parlament, ezért ott kell küzdeni, hogy ne lehessenek a parlamentnek a tagjai. Gondolja de... el, hogy én ma reggel, nézd, elnök úr, hagyd mondjam ezt a mutatot el, fölmentem a Facebook oldalára. Igen. Azt a mocskot, amit most ott összehordanak a zsidókra, ezt ön álmodni nem merte, hogy miket, gondolom, hogy majd valaki kezeli és kitörli ezeket, hogy jól megmondta, ezek az ilyenek, olyanok, amolyanok. Tegnap előtt, illetve nem tegnap előtt, még ebbe, ezelőtt a beszéd előtt, ön egy ismert ember volt. Ma nincs szerte a világon egy olyan szerkesztőség, hogy ne tudnák, hogy Kósa Lajos élt, Kósa Lajos él, de hogy azelőtt mennyire jó fej volt, és akkor mi történhetett. Ma, ha rám mennek erre a Facebook oldalra, és akkor most elmesélek egy viccet önnek. Tudja, a zsidóknál minden évben van egy Jom Kipur. A Jom Kipur előtt szlihottot, bocsánatokat kérünk, de nem a Facebookon a közösségi oldal, mert a Facebook nem fizetett, tehát nevezzük közösségi oldalnak, nem a közösségi oldalon írok egy add ide azt a bocsit, mert szemét voltam veled, vagy hülyeséget mondtam, hanem oda megy az ember, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, ti engem ismertek. Valahogy nagyon nagy hülyeséget mondtam. Nem a Facebookon üzenünk, mert az
kontraproduktív ebbe az esetében. Nyissa ki és nézze meg ezt a lapot. Hát nézze, amit én el tudok mondani, azt el tudom mondani bárhol. A Facebook az ott talán csak egy eszköz, nem misztifikálnám túl. A helyzet az az, hogy még egyszer hadd hangsúlyozzam, engem lehet ismerni arról, hogy egyébként a zsidó identitású magyar polgártársak, testvérek kapcsán mi az álláspontom, akár Debrecenben, akár máshol. Tehát azt gondolom, hogy mondom még egyszer, rossz volt a megfogalmazás. Talán azt kellett volna mondanom, hogy nem szabad eltűrni, hogy hatalmi szempontokból egy ilyen balliberális, újnyilas koalíció legitimáljon olyan politikusokat, akiket nem szabad legitimálni. Nem lehet az, hogy biztos, Kurcsán ezek Gergely... a balliberálisok, én jelen pillanatban külsős vagyok, igen? Hogy ők nyilasok lennének? Mondom, balliberális, újnyilas koalíció. Érti? Ők kaptak eleget én tőlem ezért nap, mint nap a fejükre. Én nem összemosom őket, de azt nem lehet eltagadni, hogy koalíciót kötöttek. Egy minden ilyen lépés legitimálja azokat a politikusokat, akik olyan eszméket képviselnek. De ez a magyar nép dolga, ami, nem a zsidók dolga. Ami, hát én lehet, hogy ezt ebben én nem meg a magyar egyet, nép része vagyok. De én a magyar nép részének értelmezem azokat a polgártársainkat, akik magyarok, és zsidó identitásuk is van. Lépjünk tovább. Szerintem ezt ugyanúgy kell kezelni, mint más esetben. Tehát még egyszer arra hívom most is fel a figyelmet, hogy bár semmilyen hatalmi megfontolásból nem lehet azt eltűrni, hogy olyan emberek legitimálódjanak az új, ennek a balliberális új nyilas, nem tudom, hogy hívjam. Akkor de hát ő volt a kampányfőnök, úgy kellett volna kampányolni, hogy a pártja győzön, és ezek ne jussanak be. Hát ha jól kampányolt volna, akkor nem tudtak volna labdába. A helyzet az, hogy... Tévedek? Több szavazatot kaptunk, mint az ellenfeleink együtt, hogyha megnézi. Akkor miért tetszettek győzni? Nem jelenti azt, hogy ők ne jutottak volna be önkormányzatokba. Én felszólaltam, én volt az első, aki felszólaltam az ellen, hogy Kurcsán Gergely a debreceni önkormányzat képviselőjelöltjeként induljon, tehát hogy Debrecenbe bekerüljön. Ezt visszavonták, majd feltették a megyei listára. És utána tehát az ön pártársai megszavazták őt. Hogy szavazták volna? Hát a megyei listán, ott van, bocsánat. Valaki igen, megszavazta. Igen, de nem a pártársaim, a választók. Tudja, a választók szavaznak. Na de hát választók a nép. A választók, igen, de a helyzet az, hogy ettől függetlenül, továbbra is azt állítom, hogy olyan eszmék képviselői, akik például habozás nélkül megtették, hogy meggyalázzák a zsidó-magyar áldozatok emlékét a Dunaparton, ezeknek nincs helye semmilyen politikai testületben. Alelnök úr, igaza van, időnk lejáró félbe van. Sem. Van egy miniszterelnökünk, Orbán Viktor, aki éjjel-nappal azon dolgozik évek óta, hogy a zéró tolerancia meglegyen. Tegnap frakcióülésük volt, találkozott a miniszterelnök úrral? Nem voltam ott, mert nem tudtam feljönni. De ott álltam az M3-as autópályán egy csodálatos két órát, egy sószóró autó mögött 30-al. A dugóban. Biztos ezt is a liberálisok lassították, nem hiszem, hogy ne érjen. Nem alelnök úr. De talán, remélem abban azért egyet találkozik a miniszterelnök úrral, és fölkészült, hogy ő biztos nagyon dühös ezért, és nagyon fog a fejére adni. Nézze, biztos vagyok benne, hogy a miniszterelnök úr is azt gondolja, hogy semmilyen politikai megfontolás nem legitimálhat olyan ordas eszméket, amiket ezek az emberek képviselnek, nem csak szövegben, tettekben is. Ezt sokszor elmondtuk egyébként. Mert ők nem szoktak a vendégeim lenni, sem a Mi Hazánk mozgalom, sem a Jobbik. Több mint 3 éve létezünk, fennállunk, ide még a lábukat nem tették be. Sőt, az önöknek a ódákat sem mesélhetett helyes, róluk itt de senki. Az biztos észrevette, ugye, az, hogy azok, akik korábban azt mondták, hogy az újnyilasokkal soha nem szabad összefogni, habozás nélkül összefogtak hatalmi szempontok miatt. Habozás nélkül erről összefogtak. Megvan a véleményem, és majd a szavazó fülkébe ezt díjazni fogom kellőképpen, megdíjaztam is. De szerintem, hogyha egyetértünk abban, hogy a rasszizmus, az antiszemitizmus nem tűrhető, akkor addig kell felszólalnunk, amíg ezek az emberek politikai pozícióban vannak. Több pártársával beszélgettem, akik tudják, hogy én kedvelem önt és a humorát, meg amit Debrecenben a zsidókért tett. Annélkül, hogy mondanám, azt mondták, hogy elnézést, azt mondták, hogy hát a Lajosnak elgurult a tablettája, rosszul fogalmazott, mert ilyen hülye ő nem lehet. Biztos mindenki hibátlan
csak én vagyok az, aki rosszul tudok fogalmazni. Minden esetre, amit ebben az ügyben... Milyen veszélye vannak ennek a beszélnek? Mit várhat még a pártársaitól, illetve a miniszterelnöktől, vagy ön önként dalolva vállalja? Hát amit... én elmondtam a többieknek is, hogy én az elnézést kérem, megtettem, és azt gondolom, hogy... Fog találkozni a magyar zsidóság képviselőivel? Van egy barátja és a debreceni elnök? A debreceniekkel egészen biztos, egyébként korábban ő is azt kérdezte, is nagyon jóba volt. Hogy egyébként mit lehet csinálni annak kapcsán, hogy mondjuk Kulcsán Gergely az önkormányzati képviselő. Alelnök úr. Na most, de az ügy, az, én nem de én vagyok én a fontos, hanem az értem ezt az ember, de ez az ember számomra nem létezik, és a nézők de számára nézhet, mondhatja azt, hogy nem létezik, de Mirkóczki Ádám Eger polgármestere, Gyöngyösi, de a nemzetet nem lehet leváltani. Ön volt a felelős a kampányért, ha jobban kampányolt volna. Én nem az ön főnöke vagyok. Más nemzetek meg tudták azt oldani, például a németek, pedig egyébként az antiszemitizmus és zsidóüldözés kapcsán nekik is van elszámolni valójuk a történelemben. Meg tudták oldani, hogy egy ilyen ember nem is jöhet szóba, hogy egyébként egyáltalán jelölt legyen. Tehát az a helyzet, hogyha itt politikai megfontolások felülírják ezeket a szempontokat, akkor most azzal nézzük szembe, ami most van. A elnök úr 22-ben is ön lesz Szártyának a kampányfőnöke? Én csak önkormányzati kampányokban szoktam dolgozni, tehát természetesen országgyűlési választások lesznek, az pedig egy másik kampány. Tehát az egy másik kampány. Mi a biztosíték, hogy jobban fog dolgozni, és akkor ezek az erők nem fognak, akikről beszélt, hatalomra jutni? Nézze, olyan az itt az nem a baloldalra gondolok, hanem a furcsa koalíciós partnerekre. Az a dolog, hogy ellenzék nem lesz a parlamentben, az kizárt, igaz? Hát tehát nem kétpólusú parlamentbe illik. Nem a kampány minősége dönti el, hogy ellenzék van a parlamentben vagy sem, mert a ellenzék mindenképpen lesz a parlamentben, akármilyen kampány csinálok. Az úgy demokratikus. Bingo. Ezért az a kérdés feltevés, hogy én jól fogok-e kampány, akkor nem kerül az ellenzék a parlament, de ez nem állja meg a helyét. Én nem így gondoltam, rosszul kérdeztem, mert én bemerem valami, hogy rosszul. Hoppá, ön is hibázott, ezek szerint emberek vagyunk. Hát minek utána emberek vagyunk. Én is ezt mondtam. Hallotta? Azt mondtam, hogy lehet, hogy rosszul kérdeztem. Tehát mit fog tenni most, amikor kimegy a stúdióból, és találkozik, mert a stúdiónk a 7. kerületben van, olyan öreg zsidókkal, akik idáig szerették magát. A kezet fog fogni velük, és azt fogja mondani, hogy gyerekek, én is lehetek, én is mondhatok hülyeséget? Ciki, elnézést? Hát nézze, ezt már megtettem, hogyha nem szoktam a közösségi meg... oldalán, aminek semmi... A közösségi oldalát ki kell törölni, nem az ön oldalát, hanem azokat a válaszokat, azokat a mocskolódásokat, amit nem maga ellen, hanem maga mellett, illetve az ön által bocsánatot kért hülyeségért most fölfújnak. És azt mondják, hogy húj, Lajos, még jobban kellett volna adjál nekik. És pontosan 5. percben a híradóval vagyunk. Egy búcsú mondatot pozitívat. De itt van Jákob. Az a kérdés, hogy most kimegyek az utcára, és megszólítok-e járókedvet? Nem, azok, akik ismerik ön. Hát ez egy képtelenség, konkrétan 7:30, vagy 8 óra, hány ilyen emberrel találkozok. Tudja, hogy milyen sokan ismerik önt, biztos, és ön is hány embert is. Biztos, hogy sokan szembe ismerik. Találkozik Heizler Andrással, a Mazsihisz elnökével, a legnagyobb zsidó szervezet elnökével. Nem tudom, hogy szembe találkozok. De miért nem találkozna, erre sétál a Sip utcába. Sip utcában meghívhatja önt egy kávéra. Elmegy? Péter, nem fogok ott ülni. Az autóban, hát, ha arra jön Heizler András, ezt nem komolyan gondolod? Én arra gondoltam, hogy Heizler András, ha meghívja, hogy Lajos, annyira jobban voltunk. Akkor természetesen elmegyek, ezt már csak az udvariasság is megköveteli, nyilván fogunk erről beszélgetni. Mi van a debreceni zsidókkal? Azok az ön emberei. Hogy nem erre a koalícióra szavaztak. Hát az biztos, hogy nem az én embereim, mert ez egy ilyen értelmetlenség. Nekem ez nem értelmetlenség, emberem. Ezek az emberek szeretik. De nem, ez is ezekkel akkor... az emberekkel nagyon jó kapcsolatot tartott fönn. Leste a gondolataikat, ápolta őket. Hadd kérdezem már meg most, mit csinálunk, mert egyébként szétesett ez a műsor. Nem esett szét. De. Hát össze-vissza beszélgetünk a hülyeségekről. A lényekről beszélünk, nem hülyeségekről. Nem. Kedves nézőim, vendégünk volt Kósa Lajos. De szerintem, aki... Péter, ez a műsor, én ez így nem járulok hozzá, most elmegyek, és ne adjátok le, azt szeretném kérni. Azt hiszem, ez még talán jogom is van, mert... Ez élőben megy. Ez
Persze. De hát ez egy butaság ez a műsor. Hát olyanokat mondasz nekem, ami... Miért? Ami... Én milyen butaságot mondok? Azt mondom neked, hát figyelj, már tegeződünk, hogy szerettünk téged. De Péter, figyelj, szeressél tőle is minket. Figyelj, van egy ügy, érted? Egy polot, teljesen primitív hatalmi szempontokból éppen most próbál legitimálni a balliberális oldal olyan eszméket, és olyan egy embereket... Ellene. De igen, de ne, érted, nem erről beszélgetünk, hanem arról beszélgetünk, hogy nekem volt egy rossz megfogalmazásom, ahol ez a lényeg. Érted? Ez a lényeg. De hogyha ezt valaki nem érti, akkor a szándékosan nem akarja érteni. Én megértettem. Mert nem arról beszélünk, hogy lehet-e Magyarországon politikus az, aki oda megy a zsidó áldozatok cipőihez, a Dunaparton is beleköp, és utána szerintem azt mondja, hogy mindenkinek... Szerintem nem lehet. De az. Képzeld de szerintem az, nem lehet, mert amikor én a pártársaidnak is szóltam, azt mondták, hogy Péter az nem úgy megy, hogy kirúgunk valamit, a nép beválasztotta de őt. Péter ne, akkor választja be a nép, hogyha felírják a listára. Debrecenben meg tudtuk azt oldani, hogy a Kulcsát nem merték elindítani képviselőként, felírták a megyei listára. Érted? És ott vannak azok, a megyében azok az emberek... És a megyében nem vagytok elég erős? Azok, hát a megyében vannak jobbikos szavazók, igaz? Azok nem a Fideszre szavaznak, hanem most erre a koalícióra, azok be vannak véve ebbe a buliba. A Momentum együtt indult egyébként szövetségben az LMP-vel és a Jobbikkal. Debrecenben ez volt a koalíció. És legitimáltam ezeket az embereket. Na most ez jó, akkor most azzal kell foglalkozni, nekem volt egy szerencsétlen megfogalmazásom, és hogy mit fogok mondani a Heinzlernek, meg a nem tudom kinek a zsidó barátainak, beszéltem velük, ők megértették. Képzeld el, megértették. Én is megértettem. És azt mondták, hogy helyes, szólaljunk fel, lehet, hogy ez rossz megfogalmazás volt, de az ügy az a lényeg, és persze lehet rajtam lovagolni, én hibázhatok. Nem lovagolunk rajta, hisz nézőink is szeretnek téged, és büszkék arra, hogy bejöttél és elmondtad. De ragaszkodom ahhoz, hogy harcoljunk az ellen, hogy azok az ordas eszmék és képviselőik politikusként egyáltalán szóba jöjjenek Magyarországon, akikkel most a balliberálisok összefogtak hatalmi szempontokból. Szerintem rá fognak jönni, hogy kik ők, és el fogják érni. Tudod, Péter, az a helyzet, hogy a szüzességet egyszer lehet elveszíteni. Egyszer legitimálod, őket, most ez megtörtént, nagyon nehéz lesz az, hogy egyébként hogyan állsz utána? Most bocsika, most összefogtunk, de csak egy kicsit. Most egy kicsit jöhet a Kocsán Gergely, a Mirkocki. Szerintem most a választók elég okosak arra, hogy ők erre rájöjjenek. A választók bölcsek. Remélem ebből az egész pulparléból is egyébként a lényeget hallják ki, mert politikus vagyok, hibázhatok, szoktam is hibázni. Ekkor, hogyha ezt észreveszem, vagy figyelmeztetek rá, most. Elnézést kérek, ahogy tudok, hát az Facebookon tudok elérni a legtöbb embert, Lajos, és természetesen... Hagyd mondjam azt neked, ahogy szoktunk beszélgetni, Lajos, egyetlen kérésem van, és hidd el, hogy én jót akarok, és nézőim is, mert most ülnek és figyelnek... Ez nem jó akarás kérdése. Nem, már is nem mondom, velem kell jót akarni. Nem, az ügyel, választókkal, érted? Az ügyel, mert ez nem egy zsidó ügy. Ezeket a hozzászólásokat, ha van egy segítséged, akkor nem néztem meg a Facebookot. Hát persze, hogy nem néztem. Annyi, azért nem lehet időt, hogy 180-at elolvassál, igen, nem. Nagyon-nagyon köszönjük, Péter, hogy mondom, elég bátor csomó, politikus vagy. Egy csomó megmondtad, olyan kérdés hogy tévedtél, ami ilyen értelemben értelmetlen. Hát teljesen köszönöm az értelmetlen kérdést. Elnézést, akkor csak életszerűt lenne, tehát nem. De egyébként azt gondolom... Nagyon nehéz egy olyan emberrel beszélgetni, akit én tisztelek, akit majdnem a barátomnak tekintem, és tudom az összes pozitív oldalát. Éppen ezért kötelességemnek éreztem, úgyis mint egy zsidó közösségi televízió, lehetőséget adni, hogy élőbe szembenézve az emberekkel, megmond, amit megmondtál, nincs is hátra más dolog rajta, és küzdünk azok ellen, akikről beszéltél, hogy ne tudjanak uralkodni rajtunk. Csak annyit mondok még, hogy egy kicsit át vagyok verve, mert azt mondtad nekem, hogy ez felvételről fog menni. De időben megjöttél, de és nem, félretettünk. De, bocsánat, nem időben jöttem meg, előbb jöttem meg, és azt mondtad, hogy 8 órakor kezdünk. Igen. Na most, nem lettél átverve ebbe a televízióba. Egy kicsit. Soha semmiben nem szoktunk belenyírni. Minden, ami később adódik, az is olyan, mintha élőben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Kedves nézőim, az elmúlt percekben vendégünk volt Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, Debrecen volt polgármestere,
akinek kéznyomait meg lehet látni Debrecen városába, főleg a zsidó közösségnél, ahol szinte egyaránt mindenki változatlanul lelkesedik érte. Ez a beszélgetés azért jött létre, mert Kósa Lajos beleegyezett, hogy eljöjjön hozzánk, és élőben elmondja önöknek. Bocsánat, azt mondtad nekem, hogy ez felvétel. Igen, de elmondja önöknek saját szájával, hogy ő mire gondolt, az ügyben és a fontos. Ő a lényegre térve pontosan tudja, hogy ez egy magyar ügy, és küzdeni kell az ordas eszmékért. Köszönöm, hogy minket választottad. Nem, most azt mondtad, hogy az ordas eszmékért. Az ordas eszmék ellen. Így van. Na, az tessék. Ember hibázik. Csak figyeljen. Csak aki föl kell. Előzetesek, illetve jön a híradó, tartsanak velünk.